Márciusban beszámoltunk arról, hogy pályázatot írtak ki egyéb szálláshelyet szolgáltatók részére. Ennek érkezett el most a második fordulója. Többek között erről kérdeztük Istók Csaba ügyvezetőt. Március elején beszámoltunk arról, hogy egyéb szálláshely szolgáltatók részére marketing tevékenységük támogatására nyújtott be előterjesztést Istók Csaba. Ezt a testület meg is szavazta. 25 milliós keretösszeget különítettek el erre a város költségvetéséből. Azok pályázhatnak rá, akik Hajdúszoboszlón működtetnek és fizető vendéglátással foglalkoznak. Ennek a pályázatnak a második fordulója érkezett el. Ezt a múlt héten a turisztikai bizottság a pályázati írás értelmében a TDM szakmai javaslata alapján el is bírálta a pályázatokat. 69 pályázat érkezett be, mindegyiket érvényesnek nyilvánította a bizottság. Nyilván ebben az is benne volt, hogy egyrésztről a pályázati kiírás szerint egy nem túl bonyolult pályázati adatlapot kellett beadni, illetve a TDM teljes szakmai segítséget nyújtott, úgyhogy gyakorlatilag a beérkezett pályázatoknak a 98%-át a mi közreműködésünkkel készítették el a pályázók. Ez nagyjából azt jelenti, hogy olyan 7 millió 800 ezer forintot merítettek ki a 25 millió forintos keretből a pályázók. Ehhez összességében 4 millió forint önerőt biztosított a 69 darab pályázó, tehát gyakorlatilag ez a kör azt jelenti, hogy egy 11 millió forintos marketing keret lesz a szolgáltatók részéről elköltve. Tekintettel arra, hogy egy 25 millió forintos keret volt erre elkülönítve, nyilván még van ennek maradéka, így aztán a turisztikai bizottság azt a döntést hozta, hogy május 15-i határidővel egyrésztről meghosszabbítja, másrésztről pedig a pályázati kiíráson is változtatott egy kicsit. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb változtatás, hogy nem csak azok a szálláshelyek pályázhatnak, akik december 31-ig működési engedéllyel rendelkeztek, hanem azok az új szálláshelyek is, akik akár most a szezonra készülve váltották ki a működési engedélyt is. Továbbra is teljes körű pályázati menedzsmentet ad a TDM hozzá kedden és csütörtökönként 3 és 5 óra között itt a helyszínen is segítünk megírni a pályázatokat. Én arra biztatnék mindenkit, hogy kezdődik a szezon, érdemes kihasználni ezt a 70%-os pályázati lehetőséget, amihez 30% önerőt kell biztosítani. Nem csak ez az egyetlen dolog, ami aktuális, hiszen az elmúlt hetekben rengeteg változáson ment keresztül a TDM iroda. A vendégigények az elmúlt években azt gondolom, hogy jelentősen megváltoztak. Mi megnéztük azt a tavalyi évben, közel 17 ezer vendég látogatott el ide a Turinform irodába, ami azt gondolom, hogy országosan is egy elég komoly szám. És én azt gondolom, hogy ezek a vendégek nem csak információt és prospektust szeretnének magukkal vinni, hanem mi arra szeretnénk őket ösztönözni, hogy egy kis darabka Hajdúszoboszlót is vigyenek haza emlékül. Így aztán szükséges volt, hogy funkcionálisan is megpróbáljuk elválasztani a turisztikai információs tevékenységet a shop, az ajándéktárgyas funkciótól. Hál' Istennek a tulajdonos önkormányzat is partner volt ebben, és gyakorlatilag a felújításnak a 70%-át azt a Hajdúszoboszlóváros önkormányzata biztosította. Nyilván a helyi ajándéktárgyak mellett a hűtőmágnes, a kulcstartó, a bögre, amiket mindenki szívesen visz magával haza, megpróbálunk helyi termelőket, helyi termékeket is helyzetbe hozni. Így megtalálható a helyi pálinka mellett helyi lekvár, helyi gyümölcsaszalványok, olajak, illetve termálkozmetikai készítmények is. Most első körben ezzel a kínálattal indulunk el, aztán majd a szezon végén értékeljük, hogy mi az, amire esetleg a vendégeknek még szüksége van. A változást örömmel fogadták a vendégek. Meglepően jók a tapasztalatok, hiszen gyakorlatilag húsvét után tudtunk kinyitni az új irodával. Egyrésztről egy látványos kirakati részt is kialakítottunk, hogy gyakorlatilag már azok a vendégek, akik csak az iroda előtt mennek el, már kívülről is láthassák, hogy milyen kínálatunk van. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy aki bejön ide vendég, az biztos, hogy valamilyen kis szuvenírrel, valami kis ajándéktárgyal távozik, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ne csak a szívükbe, hanem a kezükbe is vigyenek haza egy darabot Hajdúszoboszlóról.